Az Ajaki Alapszolgáltatási Központ egy 1982-ben épült létesítményben működik, közel 8 hónap alatt sikerült ezt a városnak felújítani. A korszerűsítésben megvalósult a nyílászárók cseréje, a padlásterek beépítése, valamint az intézmény Európai Uniós szabványoknak megfelelő hőszigetelése, az épületre napkollektorokat is felszereltek. Ezeken túl akadálymentesítették is a központot, liftet is beépítettek. A lakosság már is azt érzékeli, hogy nem egy régi elmaradott helyen, vagy egy infrastruktúrával alig-alig rendelkező épületben nyújtjuk ezeket a szolgáltatásokat, hanem itt egyben a település központi utcáján, a Kisernyő utcán, körülbelül 50 méterre az orvosi rendelő bejáratától, ugye szoros és nem messze a templomoktól, szorosan összefügg az egészségügyi központ tevékenységével, a házi orvosi szolgálattal, a védőnői szolgálattal a rászorultak támogatása, és ki tudják egymást közt a tapasztalatokat cserélni, és azonnali beavatkozást tudnak eszközölni az intézmény vezetői, valamint a házi orvosasszony, valamint a védőnői szolgálat. Az átadó ünnepségen jelen volt a nemzeti fejlesztési miniszter is, aki azt hangsúlyozta, a megyében az elmúlt időszakban több ehhez hasonló központ is létrejött. Egy társadalomnak a erejét, nagyságát az adja, hogy mennyire tud gondoskodni az időskorúakról is, és éppen ezért gondolta a kormány 2010-ben, hogy ahogy a gazdasági ereje engedi, illetve hogy az Európai Uniós forrásokat ő saját maga tudja elosztani, akkor ne csak látványos beruházásokat csináljunk, hanem olyan beruházásokat is, amivel az ilyen idős vagy szép koráknak a támogatását, segítségét meg tudjuk oldani. Ezért fontos ez a mai átadás is. Itt ez több mint 130 millió forintból valósult meg ez a központ, de el kell mondjam, hogy én már mióta miniszter vagyok, legalább 4 ilyen központ, vagy hasonló központ átadásán voltam a megyéből. Házi segítségnyújtás, nappali ellátás, szociális étkeztetés, egyebek mellett ezeket a feladatokat látja el az Ajaki Alapszolgáltatási Központ, továbbá támogatói szolgálatot is bevezettek a rászorulók segítségére.